Elkezdek sportolni, munkahelyet váltok, abba hagyom a dohányzást. Ez a három leggyakoribb újévi fogadalom Magyarországon. A szexeliak között is találtunk olyat, aki újévkor megfogadta, hogy változtat az életformáján. Többet sportolok, kevesebbet eszek. A többség azonban azt mondta, nem látja értelmét az újévi fogadalmaknak, úgyhogy nem is tesz ilyet évelején. Nem volt így. Maradt minden régiben, nem nagyon követem ezt a részt. Úgyse tartják be. Nekem ez a véleménye. Fölöslegesnek tartom. Mert nem tudják betartani? Hát egy az, hogy nem tudják betartani, a másik meg az, hogy ha valaki valamit nagyon akar, akkor azt új év nélkül is meg tudja csinálni, nem? A pszichiáter is azt mondja, hogy sok újévi fogadalom többet árt, mint használ, és többen kerülnek ilyenkor a pszichiátriára, mert az alkohol vagy a dohányzás hirtelen elhagyása mentális problémákhoz vezethet. A szakember azt mondja, a magyarokra különösen jellemző, hogy újévkor a hibás működéseiken szeretnének hirtelen és drasztikusan változtatni, amiket évek vagy évtizedek óta nem tudtak megoldani. Ilyen az alkoholizmus, a dohányzás, vagy éppen az elhízás. A válások, a kapcsolatok lezárása is ezekhez a drasztikus döntésekhez tartozik. Január végére azért megszaporodnak az olyan pácienseink, akik itt az újévi nagy fogadalmak után azt élik meg, hogy egy újabb kudarcos folyamatba kezdtek bele. Úgyhogy nagyon fontos az, hogyha bármi, amit így elhatározunk, azt egy kicsit előkészítsük. Nem célra vezető tehát, ha január első hetében drasztikusan meg akarunk változtatni mindent. Jobb, ha átgondoltan építjük fel a tervünket, ellenkező esetben testi-lelki krízis alakulhat ki.